Elfogadhatatlan a gyűlöletkeltésnek az az egészen lealjasult formája, amit Soros György Egyetemének egyik tanára tanúsított, amikor Orbán Viktor halálára utalt. Így kommentálta Gulyáns Gergely a CEU egyik professzornőjének Facebook bejegyzését. A miniszterelnökséget vezető miniszter azt is mondta, a kormánynak van véleménye, az a baj, hogy a CEU-nak nincs. Soros György Egyeteme ugyanis tegnap nem határolódott el Kovács M. Máriától, mondván, hogy a professzor magánvéleményének adott hangot. A pártok többsége ugyanakkor elítélt a bejegyzést kivéve az msp és újhelyi Istvánt, aki kikérte magának, hogy erről kérdezzük, és hülyeségnek nevezte az ügyet. Ellenzéki aktivista a Soros Egyetem Orbán Viktor halálát kívánó történésze. Ezzel a címmel közöl cikket az Origo arról a ceus professzorról, aki a miniszterelnök repülőgépének lezuhanására utalt egy Facebook bejegyzésben. A cikk szerint Kovács Mária civilben évek óta politikai aktivistaként írtja az övétől eltérő véleményeket, és nem áll szóba olyanokkal, akik nem úgy gondolkodnak, mint ő. Soros György Egyetemének professzora Orbán Viktor amerikai útja kapcsán a közösségi oldalra azt írta, ha a Kaczynszki oly ügyesen le tudott zuhanni, majd a mondatot három ponttal hagyta függőben. A bejegyzésben Kovács Mária, lengyel miniszterelnök 9 évvel ezelőtti tragikus halálát hozza fel, amikor Lech Kaczynski 95 utas társával együtt vesztette életét. Az elnöki különgép ugyanis Smolensk mellett a leszálló pályától néhány méterre lezuhant. A CEU professzorának bejegyzése alatt több komment is érkezett. Volt, aki arra utalt, hogy egy öngyilkos pilóta elvégezhetné a feladatot. Kerestük Soros György Egyetemét, hogy megkérdezzük, elítélik-e a professzor azóta egyébként eltávolított bejegyzését. Az Egyetem azonban azt írta, munkavállalójuk magánszemélyként tette közzé a megnyilvánulást, ezért nincs mit hozzáfűzniük. Nekünk van véleményünk az a hogy a CEU-nak nincsen. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón hangsúlyozta, a CEU professzorának mondata elfogadhatatlan. Az pedig különösen aggályos, hogy az egyetem nem határolódott el a kijelentéstől. Mi a gyületkeltésnek ezt az egészen leajasult formáját nem tartjuk elfogadhatónak, és nagyon sajnálatosnak tartjuk, hogy van olyan magyarországi egyébként egyetemi hallgatókkal foglalkozó intézmény, aminek nincs véleménye azt követően, hogy az egyik tanára, ilyen szégyen teljes mondatokat ír le. A pártok többsége viszont elítélte a bejegyzést. Ez egy ízléstelenség. Szomorú, hogy a magyar közbeszéd ilyen szintre süllyedt. Rendkívül ízléstelen. Ezt nem tartom szerencsésnek. Az MSZP-t kivéve Újhely István reagálás helyett egyszerűen hülyeségnek nevezte az ügyet. Hülyeségekkel engem ez a varjon. Az origó szerint a CEU professzora közösségi oldalán korábban éppen az MSP párbeszéd által lebonyolított előválasztást népszerűsítette, de a cikk szerint rendszeresen oszt meg álhíreket is a Facebookon. Közben a legnagyobb közösségi portál az elmúlt napokban több média szolgáltató és újságíró hirdetéseit is törölte a tartalmai közül, arra hivatkozva, hogy vissza akarják szorítani a politikai hangulatkeltést. Csak hogy a tiltásoknak többnyire a jobboldali média esett áldozatul, köztük a jobboldali orgánumokat is tömörítő Media Works. Szántó Miklós a kiadót kezelő közép-európai sajtó és média alapítvány elnöke a magyar nemzetnek úgy fogalmazott, félelmetes, hogy az elviekben a szólás és véleményszabadságot hirdető cég most politikai alapon a saját maga által hangoztatott elvek ellen fordul. A cikkben azt is írják, hogy még jobboldali, konzervatív tartalmakat egyértelmű, világos indoklás nélkül tiltanak le, addig balliberális vagy a kormánypártok ellen irányuló támadásokat, legutóbb például a CEU professzorának bejegyzését többszöri bejelentések ellenére sem távolítanak el.